Június közepén lesz az idény utolsó előadása a Vörösmarty Színházban. A színházkedvelőknek azonban nyáron sem kell mellőzniük az efféle kulturális élményeket Székesfehérváron. A Pelikán udvarban ugyanis nyári előadások kerülnek színre. Itt a körülmények ugyan egészen másmilyenek, mint egy kőszínházban, de a színházkedvelők, mint például Zsille Péter, egyáltalán nem bánják ezt. A Pelikán udvar kevésbé tetszik. De ugyanakkor mondjuk ennek is megvan a hangulata, tehát hasonlóan, ahogy egy kertmoziba az ember mondjuk nyár este szívesen beül és megnéz egy filmet, jobb, mint egy multiplex. Matus György rögtönzött előadással adott ízelítőt az Anconai szerelmesek című komédiából. A nyári színház háziasszonya Váradi Eszter Sára lesz. Mint mondja, izgalommal várja, hogy beinduljon a nyáresti szezon, hiszen sajátos varázsa van a szabadtéri előadásoknak. Aki már járt itt, az tudhatja, hogy itt a csillagos ég alatt, főleg ezek a zenés darabok, akármilyen stílusú dologról legyen szó, valami olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy egészen különleges. És ezt nem tudjuk utánozni a nagy színházban, vagy akár a teremben, azoknak is megvan a maga varázsa, de ez egy különleges dolog. 4 darabot láthat nyáron a közönség a Pelikán udvarban. Mindenképpen zenés műfajokat szerettek volna színre vinni, de szempont volt az is, hogy legyen köztük gyerekbarát előadás is, valamint, hogy a Vörösmarty Színház tagjai közül minél többen részt vehessenek benne, mondja a teátrum igazgató helyettese. Mivel önálló produkcióval nem tudtak volna készülni, úgy döntöttek, együttműködnek az ART Kulturális Egyesülettel. Pestről, más vidéki városból, mindenhonnan ajánlottak nekünk programokat, azt gondoltuk, hogy talán nem, talán elbírunk mi is valami olyasmivel, amit viszont az ART Kulturális Egyesület ajánlott. Ebben mi egy-két kiegészítést kértünk, tettünk közösen, mert most azért közösen csináljuk, például a gyerekprogramok, hogy megjelenjenek, hogy legyen az esnek egy háziasszonya. A nyári színház előadása július 15-től egészen augusztus 5-ig lesznek, jegyet vásárolni viszont már a jövő héttől lehet. A színházkedvelők az Anconai szerelmesek, az álomlányok, a fénylő-holló musical show, illetve a bor-mámor szerelem és az Alma együttes koncertjei közül válogathatnak.